Átadta a Petőfi emléklapokat a pán-európai piknik szervezőinek, valamint a hazánkba menekült kelet-német polgárok segítőinek helytállásukért a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Az elismerés odaítélésével 70-nél több ember, köztük politikusok és ismeretlen segítők tevékenységére, bátorságára kívánták felhívni a figyelmet. Emléklapot kapott többek között az akkor lelkészként tevékenykedő Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Filep Mária, a piknik főszervezője, Horváth István volt belügyminiszter, Kovács László volt külügyminiszter, Kozma Imre atya a magyar-máltai szeretetszolgálat elnöke, Németh Miklós volt miniszterelnök, Posga Imre volt miniszter és Tőkés László református püspök is. Amikor önök keletnémetek ezreit fogadták be, élelmezték és bíztatták őket, amikor megszervezték és megvalósították a páneurópai pikniket, még nem volt vége. Minden akkori cselekedetük a ma szemszögéből nézve maga a normalitás. Az emberi együttlét legszebb követendő példája. Akkor azonban nem így volt. Hazánk megszállt ország volt, állampárttal, titkos rendőrséggel, érvényes határmenti lőparancssal.